Sziasztok, üdvözlök minden kedves nézőt! Igen, még élek egyenlőre. Mióta utoljára videóztam, sikerült eltörnöm kettő darab széket is. Nem semmi. Arra szeretnék megkérni mindenkit, hogy nevezze meg a két legjobb magyar sorozatot. Tehát tényleg azt a kettőt, amit ti a leges legjobbnak éreztek Magyarországon. Várok. Hogyha ön nem barátok közted, és a jobban rosszban mondta, akkor ön egy csicska. Nagyon sokan ezek a remek művek miatt élből leszarozzák a magyar sorozatgyártást, pedig az utóbbi években rengeteg gyöngyszem került elő, amelyekből jó párat már be is mutattam nektek. Egy dolgot már most itt az elején szeretnék leszögezni, sem bajom nincsen hogy Isten igazából a barátok közszel és a jobban rosszbonna, viszont megmutatják egyszerűen a tömeggyártásnak a gyengeségeit. Nyilván, ahogy egy sima bármilyen terméknél is, van különbség a között, hogy Svájcban mondjuk egy órás mester rengeteg időt eltölt egy-egy óra elkészítésével, vagy pedig a között, hogy Kínában, mit tudom én, ezeret, készítenek nap, mint nap, nyilván nem lehet összehasonlítani a kettő minőségét, és ez ugyanígy van a sorozatgyártásnál is. Nyilvánvalóan a barátok köznél, már, mit tudom én, már hamarosan talán a tízezredik részénél tart, lehet, hogy már át is lépte, nem lehet elvárni azt a minőséget, mint mondjuk egy tíz részes minisorozatnál, mert egyszerűen nincs olyan ember sem Magyarországon, sem a világon, aki tízzel részen keresztül képes minden egyes nap kreatív tartalmat előállítani de akár lehetne ugyanígy a YouTube videózást is nézni, ha például PewDiePie így, hogy minden egyes nap feltölt egy videót, de egyébként két hetet tölt fel egy darab olyan videót, ami valamilyen szinten egyszerűen értékelhető kategóriába esik, és amúgy is megnézném, hogyha nem a legnépszerűbb videósról lenne szó. A mai sorozatunk a magyar sorozatgyártás egyik gyöngyszeme, a korhatáros szerelem. A történet arról szól, hogy a Kovács Patricia által alakított Eszter, a három gyerekes család beleszeret a nála jó pár évvel fiatalabb azt Dávidva. Dávidot pedig Kovács Tamás alakítja. Kovács Patriciát valószínűleg mindenki ismeri, Kovács Tamás neve pedig nagyon sok ismerős lehet, ugyanis szerepelt rengeteg videóklipben, például Freddynek a Na Jó Hello című számában, vagy például a Csak Neked Kislány Három Férfi című számában, ami nekem az egyik kedvenc szám. egyébként, szóval érdemes meghallgatni. Ezen kívül pedig szerepelt Aranyéletben, mint Endre Bá fiatalkori énje és én úgy gondolom, hogy ő az egyik jelenkori legtehetségesebb magyar fiatal színész. Kovács Patriciával személy nincsen nagy bajom, viszont valahogy egyszerűen nem képes jól sem hitelesen átadni semmilyen karaktert, tehát én mindig csak Kovács Patriciát látom a, a képernyőn, nem pedig a karaktert, akit szeretne megszemélyesíteni, nem tudom, valahogy nekem kicsit olyan művéző színészkedés, viszont van ez egy nagyon relatív dolog, és egyébként vele sincsen semmi komolyabb baj. Rajtuk kívül rengeteg mellékszereplő találta a sorozatban, akik mindegyike színesíti a világot, és rendkívül szerethetőek, vagy pedig rendkívül utáltak, de minden esetben értetőek a motivációk, és nagyon-nagyon jól ki vannak dolgozva. A történeten látszik, hogy nem tömeggyártásra készült, nyilván ezért is tíz részes, és nagyon-nagyon erősen látszik az, hogy az írók tudták pontosan, hogy mit akarnak, folyamatosan váltogatják egymást a vicces, a drámai, vagy éppen a romantikus részek, és nincsenek üre, üres járatok, vagy simán unalmas részek. Nyilván, mivel én nem vagyok nagy szerelmese alapvetően az ilyen romantikus sorozatoknak, értitek? Szerelmese a romantikus sorozatoknak? Ha. Így aztán nem én vagyok a fő célcsoportja a sorozatnak, viszont ennek ellenére én is nagyon jól szórakoztam, mert rengeteg aktuális témát feldobnak. Legyen szó itt akár a betegségről, vagy akár a barátságról egy kapcsolat idején, vagy akár a társadalmi nyomásról a munkakereséshez is, az hogy milyen típusú munkát töltesz be, mindegyik megfelelően van prezentálva és nagyon jól fel van dolgozva. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a sorozatot, ugyanis szerintem mindenki megtalálja azt a szereplőt, aki ő szeret. Nyilván romantikus részeket, akik nem szeretik, azok nem fognak annyira jól szórakozni, viszont ők is találnak rengeteg részletet, ami nagyon szórakozott és nagyon jól meg van csinálva, tehát őnek is csak ajánlani tudom. Nem véletlen, hogy a Facebook oldalokon 4,9-es értékelés van az 5-ből, és IMDb-n pedig 7,2 csillagot kaptak a 10-ből, ami azért elég jó eredmény. Általában egy magyar sorozatok nem szoktak ennyire jól teljesíteni, és uh, hát nyilván nem véletlen, hogy ennyire jól értékelték mindenhol. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, remélem, hogy uh, tetszett. Most igyekszem nem két hétre eltűnni. Amennyiben tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, ezt muszáj elmondani minden egyes alkalommal, meg harangozzatok, meg amit szeretnétek. Írjátok le véleményeteket. Köszönöm szépen, hogy megnézték a videót, én ja, Heszpő voltam, sziasztok!